Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, ennek is a második része, és a híradó után most egy fotós témával folytatjuk, mégpedig egy kiállítással. Vendégünk Perme, jó estét kívánok, vagyis hát mondhatom persze Dohos Ferenc, ugye a születési neved, de gyakorlatilag azért ezzel a becenévvel híresültél el, már itt Nyíregyházan ugye sokan így ismernek. Sok mindent csinálsz, és hát nyitott szemmel jössz-mész a világban, a városban, és erről gyönyörű fotók készülnek. Túl vagy az első kiállításodon, egy kicsit, ha visszatekintünk, milyen érzés volt, milyen emlékeid vannak? Hát életem egyik legszebb estéje volt szerintem, azóta is nagyon szívesen gondolok, hiszen nagyon meglepő volt számomra, hogy milyen sokan jöttek el, és egy elég spontán bevezetővel nagyon jó hangulat kerekedett a megnyitón. Nem tudom most a következőnél mi lesz majd, mert... Ugye ez a Mustárházban volt az első kiállításod. Gyakorlatilag azok a fotók, azok hány évnek a terméseiből kerültek végül is kiválogatásra? 14. éve azt hiszem, hogy megy a blogom, tehát nagyjából ez a válogatási intervallum. Konkrétan nem tudom, hogy mikor volt az első kép, és mikor volt az utolsó, tehát nem tudom, mekkora időszakot ölelt át az első kiállítás, mint ahogy most a másodiknál sem nagyon tudom. Azért ugye most egy picit kevesebb időt telt el, tehát valahol lehet, hogy ez az első 14 év volt a rákészülés, és kellett egy ilyen csodálatos élmény, ahogy mondtad, hogy életed egyik legkülönlegesebb napja volt talán, hogy másodszor is összegyűjtsd azokat a fotókat, amelyekről úgy gondolod, hogy megmutatod a nagy közönségnek. Abban az első 14 évben egyébként soha nem vetődött föl, hogy egy kicsit kiállíts? Tulajdonképpen folyamatosan kiállítok, mert a blogomon folyamatos, vagy az összes képen fönt van, több 10 000 kép, tehát, de nyilván ez egy más jellegű kiállítás, nincs közvetlen kapcsolata a nézőkkel, a látogatókkal, vagy legalábbis annyira közvetlen nem, mint egy kiállítás megnyitón. Tehát igazán az sem az én ötletem volt, hanem megkérdezték, hogy nincs-e kedvem egy ilyenhez, és mondtam, hogy de miért? Hát úgy is látják a képet, hát de csináljuk már, és akkor megcsináltuk, és most a másodiknál pedig olyan hirtelen jött a felkérés, hogy na akkor mikor lesz a kiállításod? Mert hogy az első megnyitója előtt elhangzott, hogy és a következőt mikor csináljuk? Hát azt se tudtam, hogy hol vagyok abban a pillanatban, izgalom vártuk a vendégeket, fogalmam nem volt, hogy... Azt se tudtad, mire bólintottál rá szerintem. Csinálunk egyet, persze. Hogy ne. Igen. És csak ezzel legyünk már túl. Akkor mikor? Mi mikor? Hát a kiállítás, ja. Szóval akkor gyakorlatilag, hogy is mondjam, te a körülmények áldozatai vagy, lehet ezt mondani, mert belesodrottál a második kiállításba. Igen. Milyen lesz ez? Elég sejtelmes már ugye a cím is. Hát igyekszek mindig sejtelmes címet választani. Az első az nagyon jól sikerült, az a címválasztás felfüggesztve volt a kiállítás címe, abból adódóan, hogy lógtak a képek a falon, és többen felhívták a Mustárházat, hogy most akkor nem lesz, vagy miért van felfüggesztve, és mondani, nem, ez a címe a kiállításnak. És igyekeztem valami hasonló titokzatos címet választani, ez most a Megosztva lett. Nem nagyon szeretném elárulni, hogy miért ez a cím, mert a megjóban is ez szerepelt, hogy majd a megnyitón elmesélem. Tulajdonképpen kell egy kis izgalom, egy ilyen kis várakozás egy megnyitó előtt, úgy gondolom. Annyit tudok mondani, hogy ez egy jobb, vagy egy más típusú válogatás lett. Két témakör köré csoportosítottam a képeket, míg az előzőnél. Hát ugye elkezdtem kidobálni, hogy ez sem. Ennél pedig konkrétan megvolt, egy adott témaköröm az biztos megvolt, tehát az egyből, amikor elhangzott, hogy annak ellenek a képek, akkor megvolt, hogy mi lesz az egyik falon. A másik fal meg adott volt abból, amit csinálok, illetve hát a közelmúlt emlékeiből, ezzel egy kicsit elárultam azért, hogy mik lehetnek majd. Hány kép fér el erre a két falra? Hát mennyi is 40 körüli kép van most fönn, tehát majdnem kétszer annyi, mint az előző kiállításon. Azért azt gondolom, egészen más ugye látni egy képet a kijelzőn, látni a monitoron, és látni valahol. Egy picit lesz valami többlet tartalma, vagy nem tudom, te hogy éled ezt meg, amikor ott lóg a falon, vagy valakinek esetleg akár a lakásába is kerülhetne, de nyilván ezek nem tudom, hová kerültek. Például az első kiállítási anyagot hazavitted? Vagy? Hát hazavittem, igen. Néhányat elajándékoztam
belőle. Na, akkor jól érzem, hogy esetleg valakinek az otthonában van. És a többit hazavittem, és akkor egy szép kis dobozban vannak, és most lett egy másik doboz. Lehet, hogy egy vándorkiállítás is lesz, ki tudja. Az én mindet igen, most ne már osztogass. Könnyű cipelni, mert befér a dobozba. Amikor én kezembe vettem az első ilyen nyomtatott képet, már az egy érdekes volt, tehát még amikor nem a nézők látták, hanem elkészült, és elmentem érte, és hú, ezt én csináltam. Így néz ki, hú, de jó. És tulajdonképpen azért volt könnyebb rábeszélni már a második kiállításra, mert az elsőnek az élménye az adott egy olyan húzóerőt, ami... Én szívből kívánom azt, hogy akár érzésben, akár visszajelzésekben az első kiállításod után ezt, hogy is mondjam, tehát lehessen überelni ezt az első érzést, és még különlegesebb élményeid legyenek, akkor biztos valaki majd fölteszi a kérdést, hogy akkor mikor lesz a harmadik, úgyhogy ez már szerintem nem is fog meglepetésként érni. Meg én úgy gondolom, hogy most, hogy a második kiállításodra válogattad az anyagot, akkor esetleg benned is felmerült már ez a gondolat. Kicsit gyors volt a folyamat, úgyhogy nem gondolkodtam még következőn, de így már harmadik az egy kicsit könnyebb lesz összeállításilag. Lehetnek témakörök, voltak ötletek erre a kiállításra is, ami végül is nem valósult meg, mert más lett a dolog, tehát van még mit kihozni belőle, azt hiszem. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de mondjuk, hogyha én elkezdek fényképeket nézegetni, akár a saját életemből, akkor az mindig elborít a nosztalgia, olyan szívesen nézegetek végig. Lehet, hogy az ember azért, mert szívesen van a múltjának bizonyos szeleteiben, vagy időzik ott, és akkor ott a vizuális megerősítéssel még kellemesebb. Nem tudom, hogy amikor válogatod ezeket a fotókat, neked nincsenek ilyen visszaflesseléseid, vagy leragadásaid? Dehogy nem, és akkor ebből néha születnek bejegyzések a blogon, mert úgy reggel, hát általában reggel föl szoktam tenni egy képet, ami nagyjából véletlenszerű kiválasztás, tehát úgy megnyitom az összes albumot, rábökök egy évre, kinyitom, na mondjuk ez, és akkor fölteszem. Sokszor megkérdezik, hogy miért pont ezt, nem tudom. Tehát reggel erre ébredtem, hogy ez kerül ide. És hát akkor elindítja a napomat, tulajdonképpen ezért találtam ezt ki, mert akkor úgy indul a napom, hogy nagy emlékkel elindulok, aztán majd nyilván a munka ezt felülüti, de legalább addig egy kellemes kis hangulat van. Na hát köszönjük szépen, hogy eljöttél. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez a bizonyos megosztva, osszuk meg a kedves nézőkkel, mikor, hol kell ott lennünk, hogy mi is a történelmi pillanat részesei legyünk. Ismét a Mustárházban lesz a kiállítás, jövő szerdán 17-én 16 óra 30 perckor kezdődik a megnyitó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, mi pedig komoly zenével folytatjuk. Kedden a Kodály Zoltán általános iskolában adott különleges koncertet Bogányi Gergely, Kossuth Díjas zongoraművész. Természetesen belehallgattunk az előadásba és beszélgettünk is a művésszel. Thank you.
hogyan fogadták a fiatalok, a gyerekek és a szülők ezt az ön különleges koncertjét? Azt hiszem, hogy nagyon jól, de elsősorban Dénesnek köszönhetjük azt, hogy ilyen eredeti és mindig megújuló módon vezeti ezt a szülők, tanárok, gyerekeknek tartandó koncertet. Én voltam már egyszer itt, néhány évvel ezelőtt hasonlóképpen működött akkor is, és hát csak gratulálni tudok, hogy ilyen szenzációsan életben tartja ezt a gyönyörű missziót. Mennyire van alkalma fiatalokkal, gyerekekkel találkozni, akár koncerteken, akár koncerten kívül? Van azért, szerencsére, hiszen azért nekem is egy központi kérdés az, hogy Magyarországon magyar fiatalokat segítsek. Ez például egy konkrét együttműködést is eredményezett az virtuózokkal és a virtuózos gyerekekkel, de nyilván ilyen volumenben és főleg kisebb gyerekeket nem tudok úgymond tanítani, de igyekszem kivenni a részemet ebben a szektorban is. És hát most a virtuózokon keresztül én aktív kapcsolatban vagyok a fiatalokkal is. Hogy tapasztalja, mennyire nőtt meg a fiatalok, vagy akár az idősebb generáció érdeklődése a komoly zene iránt, pontosan a virtuózok versenyének a hatására? Egyrészt vannak számadatok, amik rendkívül pozitívak, tehát sokkal több gyerek kezdett zeneiskolába járni, ami hát óriási eredmény. A számokat nem annyira kedvelem, de nagyon tisztelem, és nagyon örülök, hogy ezek így számokkal is alá vannak támasztva. Másrésztről pedig főleg az a szellemiség, ami tulajdonképpen egy egész országot jó értelemben befolyásolt, az nagyon jó és nagyon fontos, hogy most már Budapesten és vidéken, akárhol az országban, ahol ugye járok sokat, azt hallom, hogy a közbeszéd kezd értelmes módon is alakulni, virtuózoknak köszönhetően, tehát az emberek családok is, úgy, ahogy említette, idősebbek, akár nagyszülők vagy szülők, és a gyerekek is drukkolnak a tehetséges, éppen kedvencüknek, és hogy ez egy kicsit így beépült a köztudatba, ennek nagyon örülök. Hogyan fog alakulni az idei koncertévad, merre utazik majd? Egyébként pont tegnap néztem meg a naptáramat, és csak úgy, nem tudom, milyen indítatásból, csak úgy összeszámoltam a következő néhány hét koncertjeit, és 19 koncertem lesz, 5 különböző zongora versennyel, tehát Schumann, Liszt, Chopin, Mendelssohn, Mozart, és lemezfelvételt is készítek, úgyhogy most nagyon-nagyon sok koncertem lesz ismét. Volt egy időszak, amikor egy picit kevesebbet játszottam, és sok más egyéb dologgal voltam elfoglalva, de most ismét a koncertezős énem jobban beindul. Egyébként legközelebb éppen Magyarországon kívül Finnországban fog játszani, meg Amerikában. Mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz meghívni Bogányi Gergelyt erre a mai koncertre? Mivel mi korábbról ismerjük egymást, meghívni könnyű volt. Kivitelezni nem volt könnyű, mert azért ő nagyon elfoglalt. Új mértékben, hogy az eredeti időpontot még módosítani is kellett, csütörtök helyett előre kellett hoznunk ezt a véleti hangversenyt kedre. De aztán elhárultak az akadályok, és tegnap este már így gyakorolt, nem azt a műsort, amit ma játszott, hanem valami későbbire készült vele, és hát eddig nagyon jól érzi magát Nyíregyházán, mi meg még inkább, mert már túl vagyunk az első koncerttel, a gyerekeknek és a szülőknek, és úgy érzem, hogy ez egy igazi jó kezdet volt. És hogyan fogadták a gyerekek, illetve a szülők az első koncertet? Nagyon lelkesen és nagyon figyelmesen.
Egészen apró gyerekek a szőnyegen ülve figyelték a boszorkányos előadást, ezt a hihetetlen technikát és zenei fölkészültséget, amit tulajdonképpen átlagember nem tud fölfogni. Nem értjük pontosan, milyenek ezek az emberek, ahogy a gyerekeknek szoktam mondani, pontosan úgy néznek ki, mint mi. Van két szemük, két fülük, kezük, lábuk, olyan emberformájúak. Most, ha ők emberek, akkor mi nem tudom, hogy mi mik vagyunk hozzá képest, de az biztos, hogy nem egy kategória kettő. És elmondom, hogy fogalma sem volt, hogy mit fog ma itt a koncerten játszani, ez itt született meg, és minden kérésünket teljesítette. Szeptember 28-án Renkó Mátyás volt a vendégünk, a Kludi Gyula Gimnázium diákja, aki a Rotary Group jó voltából Dél-Afrikában töltött 2 hónapot. Nos, a Rotary Club egyik cserediákja, Tótfalusi Fanni is itt van velünk. Szia Fanni, jó estét! És te Matyihoz hasonlóan 2 hónapot nem Dél-Afrikában, hanem Argentínában töltöttél. Szóval egy kicsit nagyobb volt a megtett kilométer, ugye? Te kicsit hosszabb ideig repültél. Te egyáltalán hogyan cseppentél ebbe az egészbe? Mesélj erről egy picit. Így van, ez pontosan 15 000 kilométer volt Magyarországtól, és már sok éve hallottam erről a programról, és hogy vannak ilyen cserediák lehetőségek, és számtalan ismerősöm belevágott már így a Rotary programon keresztül, és idén elhatároztam, hogy én is szeretnék ebben részt venni, és kedvet kaptam ehhez a lehetőséghez, de nem bántam meg, és teljesen jó élményekkel tértem haza. És miért pont Argentína? Én a Kölcsey Ferenc gimnáziumban spanyol szakon vagyok, így adódott a lehetőség, hogy hát miért ne egy spanyol nyelvterületre menjek, és 3 ország közül választhattam, ez Argentína volt, Mexikó és Chile, és... Mind a 3 nagyon izgalmas. És miért döntöttél pont Argentína mellett? Azért, mert Argentináról sokkal többet tudok, ugye a focinak is és a táncnak is egy elég nagy kultusza van Argentinában, és hozzám közel áll a tánc is és a művészetek is, és ezért Argentina mellett döntöttem. Nos, föl lehet erre készülni? Hát nyilván a nyelvvel ugye akkor már azért nem álltál hadilábon, ez szerintem az alap, valamelyest ugye akkor a kulturális alapjaid is megvoltak ahhoz, de hát mégis azért 2 hónap elég hosszú idő. Hogyan edzettél rá? Igen, 2 hónap tényleg hosszú idő, de nagyon hamar eltelt, tényleg egy szempillantás alatt. És hogy lehet felkészülni rá? Én mielőtt kiutaztam, az interneten kerestem ilyen utazási célpontokat Argentinában, hogy mi az, amit érdemes megnézni Buenos Airesben, ugye a fővárosban, illetve ugye az országban is. És
Felvettük a kapcsolatot a családdal már tavasszal, amikor ugye a Rotary elküldte nekem a családnak az ilyen adatlapját, és elkezdtünk márciusban beszélgetni, ismerkedni, és beszélgettem az anyukával, illetve a cserediákommal, és így már úgy mentem ki, hogy tudtam, hogy kik fognak várni a reptéren, úgyhogy ez nagyon hasznos volt. Jó fejek voltak egyébként? Egyáltalán milyen volt a család, ahová kerültél? Igen, nagyon jó fejek voltak. Argentinában egy kicsit más a mentalitás, mint itt nálunk Európában. Például mindenkinek egy-egy puszival köszöntünk az arcra, akár barát volt, akár csak egy távoli ismerős, és ott, hogy mindenkit így beengedtünk, hogy egy kicsit az intim szféránkba egy puszival, mindenkit nagyon ilyen közel éreztem magamhoz. És tényleg nagyon érdeklődőek voltak Európa iránt, mert Argentinában a világtörténelem nem kap fontos szerepet, és nem igazán tudnak sok mindent így Közép-Európáról. Így nagyon sokat meséltem nekik, ugye, amikor volt a vasfüggöny korszaka nálunk, például, hogy miért volt régen Magyarországon fontos szerepe az orosz nyelvnek, mert nem értették. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, hogy megtanítottam nekik úgymond a történelmet valamilyen szinten. Ez nagyon érdekes, igen, hiszen nem csak ott voltál, bele szippantottál és bele kóstoltál tulajdonképpen Argentínába, hanem gyakorlatilag mint egy kis misszionárius, ugye a Közép-Európa történelmét ezek szerint tényleg elhintetted ott Dél-Amerikában. Mik voltak a legjobb élményeid? Közben a nézők itt azért látják a csodálatos felvételeket, azért bennem bujkál egy kérdés, te gyönyörű lány vagy az argentin fiúknak, nem dobogtattad meg túlságosan a szívét? Valami kis érzelmi vihart nem okoztál ott Dél-Amerikában? Hát ez egy elég nehéz kérdés. Volt rá példa. Úgy mentem el, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy ne is sokan, mikor jövök vissza. Úgyhogy igen. Hát azt gondolom, hogy nem is tudom, tehát azért szerintem nehéz is ellenállni, főleg, hogyha ilyen behemensen és latinos szenvedéllyel bókolnak esetleg. Szóval, amit itt a nézők látnak, sok-sok fotó, vidámság, barátok. Milyen barátokat, ismerősöket szereztél a családon kívül még ez alatt a két hónap alatt? Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ugye amíg a cserediákomnak külön órái voltak, nem mindig mentem vele, hanem másokkal találkoztam, és ugye az én saját fogadó családomon kívül még két másik családdal is így nagyon szoros kapcsolatom lett, hogy például elmentem velük úszni, elmentem a cserediákom más barátaival is az ő külön óráikra, például voltam hoki edzésen, úszni voltam másokkal, lovagolni tanultam ott Argentinában, tehát elég színes külön órákon vettem részt. Főként a cserediákom barátaival lettem jóba, de még két másik család volt, akivel nagyon közeli kapcsolatba kerültem. És említetted, hogy úti célokat néztél addig, amikor itthon voltál még Magyarországon, sikerült ezekre jutni, ezekre a pontokra? Igen, hála Istennek igen, mert amikor kint voltam Argentinában, a család megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnék elmenni Buenos Airesbe, ugye a fővárosba, és nekem tényleg az volt az álmom, hogy elmenjek a fővárosba és megismerjem, mivel nagyon színes Buenos Aires, van benne egy európai negyed, de egy kicsit az Egyesült Államokra is hasonlít, mivel egy-két részében felhőkarcolók is vannak, viszont van az óváros, ahonnan indult a tangó, és én oda nagyon szerettem volna elmenni, és az történt ott velem, hogy egy ilyen férfi, aki hivatalos tangótáncos, az utcán leszólított, mert ugye látta ugye a kis cselediák kabátomat, amire rá volt írva, hogy Rotary Magyarország, és akkor így beindította a zenét, adott rám egy kalapot, egy sálat, és elkezdtünk ott mindenki előtt táncolni, tangózni. Hát nyilván úgy, hogy ő irányított, de ez a spontán fordulat, ez volt az egyik legfantasztikusabb élményem ott. Akkor mindenképpen el kellett menned Buenos Airesbe. Hát ha már 15 ezer kilométert utaztál, nyilvánvalóan kihagyhatatlan volt. Hát nem tudtad egész Argentinát magaddal hozni, de azért hoztál kis ízelítőket, és mi az, amit most hoztál hoznánk ide a stúdióba? Nagyon furcsa kis csészécskék, ezek speciális argentin teás csészék lennének? Igen, így van, úgy hívják őket, hogy mate, és ez Argentinában főként a legelterjedtebb, illetve Paraguayban és Brazíliában is fogyasztják. És miért ilyen alakú, vagy szóval nem tudom, mi a funkciója pontosan, hogy így néz ki?
Azért, hogy elkülönítsék őket a normális, megszokott teától. Értem. És hogy legyen egy ilyen speciálisabb kinézete, illetve ez egy ilyen ősi szokás is szerintem már, hogy így néz ki. És akkor hoztál itt ilyen finom karamellkrémet és könyvet is, ugye egy szakácskönyvet, azt mondod, hogy ezzel a krémmel gyakorlatilag az édességeiket szeretik nyakon önteni. Sikerült valamilyen süti receptet esetleg el is készíteni, vagy hazahozni, vagy áthelyezni itt a magyar gasztronómiában néhány argentin specialitást? Igen, Argentinában rengeteg marhát ettünk, amit itthon nem szoktunk annyira, illetve nagyon sok édességet, amit ugye ezzel a karamellkrémmel kentek, és ilyen kekszszerű édesség, és ennek nagyon nagy szerepe van, tehát eszik reggelire, ebéd után, a siesta idő megalvása után, vacsora után is. És aztán letangozzák, mennyire nem látszik az alakjukon. Mondtad, és többször is mondtad a cserediákodat, ezek szerint akkor őt vendégül fogjátok látni, gondolom. Igen. Mikor érkezik? December 8-án fog érkezni, és február közepéig lesz nálunk. Hogyha jól emlékszem, akkor Matyi is ezt mondta, ugye, hogy az ő dél-afrikai cserediákja is valamikor a karácsonyt itt tölti, és nagyon izgult, hogy mit fog szólni itt az ünnepekhez, meg esetleg a hóhoz, mert ahhoz nem biztos, hogy hozzá van szokva. Hát akkor most már neki is mondtam, hogy milyen jó lenne, ha bejönne a cserediákjával. Lehet, hogy az is nagyon izgalmas, hogy mind a négyen megjelennétek, és akkor egy kis bábeli zűrzavar lenne, mert spanyol és angol nyelven is kellene tolmácsolni. De ha össze tudjuk hozni, akkor lehet, hogy egy érdekes beszélgetés kerekedne ki belőle. Nos, hát Fanni, lesz-e nagyobb lélegzetű utazás esetleg, akár egy éves, mert ugye erre is van lehetőség? Igen, van ugye ez a 10 hónapos program is, de ez azért elég sok más dologgal is jár. Tehát, hogyha valaki kimegy 10 hónapra tanulni, akkor ott tanulni is kell, nem csak utazni, és amíg ő kint van, addig az itthoni családomnak 3 másik cserediákot kell fogadni, akiket én nem ismerek, nem találkozok velük, tehát ez egy kicsit nehezebb szerintem, és ez a rövid program sokkal családcentrikusabb, és ezért választottam ezt, hogy jobban meg tudjam ismerni a családot, és tényleg a magaménak érezhessem. Hanyadikos vagy most a Kölcseiben? 11-es. Akkor még egy év, és aztán tovább tanulás, meg van most neked már szerintem bőven dolgod itt lassan a finishben. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon szép hétvégét kívánunk, bár ez most elég nyúlfartnyi lesz ugye tekintettel a rövid hétvégére, de nagyon izgalmas dolgokról meséltél, remélem, hogy a kedves nézők is így érezték. Úgyhogy kívánunk hasonló kellemes pihenést a szombatra, vasárnapra, és várjuk Önöket a jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, viszontlátásra!